már nincsen stressz, a kameraman vagy valami, nem? Már nem nagyon, teljesen őszintén szóval. Szóval pont ezen gondolkoztam én is, hogy, hogy basszus már, aha. Jaj, kis kezi csókolom. Milyen időzítés, köszi. Most így jól lesz, akkor most, most álljunk meg. Jó? Hogy baszki, már 10 éve volt, akkor még Michelis Norbi egy kicsit ilyen helyét kereső fiú volt a világbajnokságban, nem? Félrefésült, háj. Ez most is mi legyen, hogy legyen. Igen, csak már könyöklött nagyobb. Bukos is attól. Hogy ez 10 éve volt, még nem volt semmi rá, se Emma, semmi. Még szerintem, nem, Johanna még nem volt a feleséged akkor. Igen, messze nem volt. Nagyon, hát az 11, nagyon messze. Úgy volt, 2011-ben csináltuk a filmet. Támad a kaja. Igen. Kösz. És Johannával 15-ben házasodtunk össze. És 10 év eltelt, és akkor a fiúból most már te is kétszeres apa vagy. Meg úgy megváltoztak a dolgok egy kicsit, nem? Hát megváltoztak, tudod, ahogy így haladsz előre az életbe. Igen. Hirtelen minden más lett. És én is, hogyha egyébként akkor beszéltünk volna róla, hogy hol képzelem el magam 10 év múlva, akkor az a durva, hogy azt mondtam volna, hogy egy VB címmel a kezemben gyári versenyzőként. Akkor is ezt mondtad. Akkor is ezt mondtam, látod, és az élet úgy hozta, hogy ez össze is jött. Érte. Ugye, kóstol meg, már nagyon jó. Ez az, amit ettél az évvégéhez? Mindenki elnézi nekünk, hogyha ebben most beleeszünk. De akkor egyél te először, és akkor utána... Nem fogunk összebeszélni, ilyen csípjél hozzá, vagy tehát nem eszel ilyen fehér lisztes sztorit? Annyira nem kell. Amikor láttam az évvégi adást, akkor megfogadtam, hogy ide belátható időn belül eljövök. Előbb kellett volna jönnöm, mert isteni. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Szóval, figyelj! Amikor... Annak idején, 10 évvel ezelőtt dumáltunk, akkor még masszívan BMW-vel mentem, amikor 3 napig együtt lógtunk jóformán. És mit mondanál mostani Michelis Norbi az akkori magának? Mit mondanál a 26 éves Michelis Norbinak? Hogy nem kell annyira komolyan venni az életet, mint amennyire akkor vettem. Nagyon a lelkedre vetted? Vagy ezt most miért mondod? Nagyon. Túl komolyan vetted? Túl komolyan. Nehezen érted meg a stresszt? Vagy? Szerintem azzal, hogy túl komolyan vettem, az magával hozta azt is, hogy nehezebben éltem meg a stresszt. Összességében túl bonyolítottam. Jobban meg túl gondoltam. Jobban, sokkal jobban. És szerintem nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy egyrészt túlgondoltam dolgokat, másrészt meg apró negatív élményeken túlságosan sokáig fennakadtam. De csak a versenypályán, vagy azon kívül is? Versenypályán, meg azon kívül is. Figyelj, akkor az én életem arról szólt, hogy 10 volt az első év, amikor versenyeztem a túrautó világbajnokságban. Én emlékszem, hogy 4 évvel ezelőtt, vagy azelőtt, 2006-7 környékén, nekem az volt a non plus ultra, hogy a VTCC-ben el tudja kezdeni versenyezni. Röviddel azután sikerült, és tudod, annyira gyorsan jött minden, hogy egy kicsit így, szerintem az dolgozott bennem, hogy tartson sokáig ez az álom, hogy ha nem veszem elég komolyan, akkor nem leszek elég sikeres, és ez nem igaz. Mert egy bizonyos szint fölött, hogyha már beleteszel annyit, mint amennyi kell, akkor utána már, hogyha túl pörgöd a dolgot, akkor az már nem javít a teljesítményeden, és annyira nehéz megtalálni az egészséges határvonalat szerintem ebben a tekintetben, hogy valószínűleg az is tipikus hiba, hogy vagy ilyen óhatatlan velejáró az egésznek, hogy túl későn veszel észre, hogy mit csináltál rosszul. Várjál, betolom ezt a falatot, mert kérdezek nem tudom, hát te is láttál engem akkor kívülről, nem olyannak tűntem, mint aki ilyen nagyon nem akarom belőni azt a történetet, amikor annyira stresszeltél, hogy súlytyomba szívtuk a cigit a kamion mögött. Igen, nem volt. Igen, nem volt, de... Soha nem volt ilyen, Pista.
Te miről beszélsz? Te már túl öreg vagy, te... Ja. Felejtek. Elfelejtesz dolgokat. Meg így hozzá képzel. Hozzágyártasz, igen. Hozzágyártok elméleteket. Nem, de én azt látom, hogy sokat változtál. Már most nem egy ilyen púder meg alányalás, mert tényleg most már régen nem találkoztunk, de azért voltam a kis lakásodban, ahol szimulátoroztunk, meg jöttél akkor cipőbe terepjárót tesztelni, meg minden, de most már nem a srác vagy. Lehet, most már egy kicsit üzletemberes is lettél, kicsit profibb is lettél, és nyilván mennyire borította fel? Van egy ritmusa az életednek? Vagy tudott lenni? Így, hogy mióta kvázi aláírtad az első gyári szerződésedet, azóta mennyire lett stabil a pörgés? Vagy az egész egy ilyen hullámvasút? Hát az első egy gyári évemnél, ott emlékszem, hogy még ebből a túl komolyan veszek, túl sok mindent körforgásban nem nagyon tudtam kikerülni, sőt, akkor még inkább azt gondoltam, hogy ezt még inkább tudom. De várj, bocsánat, hogy közben ők tanítottak meg erre, hogy nem szabad ezt ennyire... Első edzőtársak tanítottak meg arra, hogy... Taki? Mondjuk például. Tehát, hogy mondtad, take it easy, hogy nyugi van? Nem mondta, de amikor lehetőséged van ilyen versenyzők mellett közvetlen közelről figyelni dolgot, akkor rájössz arra, hogy mi az, amiben... Jó. Nem, az abban a pillanatban nem derül ki, hogy most ez pont jó. Uh-huh. Abból a változatból, amit ő csinál, hanem rájössz arra, hogy ez teljesen másképp csinálva is lehet valaki sikeres. És akkor kezdesz el azon gondolkodni, hogy hát lehet, hogy ezt neked is ki kéne próbálni. És én ezt elkezdtem úgy, igen, alkalmanként próbálni, és azt vettem észre magamon, hogy egyszerűen több energiám van akár otthoni dolgokra. Mert tudod, itt is az van, hogyha túl pörgöd, túlságosan megéri negatív élmény versenyben, akkor utána attól nehezen is szabadulsz, az rányomja a bélyegét a magánéletedre. Lesz hívják úgy, hogy profivá válsz? Nem tudom. Lehet. Most erre nem tudom pontosan válaszolni, de ilyen apró felismerésből nekem nagyon sok volt, amit a 2011-es én nem biztos, hogy nem hinnél. Tehát, hogy most ő szerintem azt gondolná, hogy ez biztos nem ő, hanem valami trükkel valaki ezt be akarja neki magyarázni, hogy ne legyen sikeres. Ez ennek nem alapfeltétele az, hogy megbízzál a csapatban, egyél nyugodtan, hogy megbízzál a csapatban, meg azokban az emberekben a munkájukban, hogy mondjuk ne gondolja arra, hogy jaj, most nem felejtették el beállítani a dőlést, vagy az utánfutást, vagy kicserélték-e, hogy ezeket a dolgokat így ledobd magadról, és te tényleg csak a versenyzésre koncentrálj? Ez nem így működik, mert egészen addig, amíg gyári versenyző nem lettem, tehát nekem úgy kis túlzással, nagyon sok minden mással is kellett foglalkoznom. Ugye ez egy kis manufaktúra volt. Nyilván jó az, hogyha tudod, hogy mitől működik a dolog. Így van, de hogy mondjam, én is azért elértem ott a kapacitásbeli határaimat. És ez egyrészt jó volt, mert megtanultam olyan dolgokat is, amiket szerintem egy kényelmes helyzetből induló versenyző sokkal korábban, gyári környezetben versenyezve nem lát ilyen mélységig, de hát igen, ott volt sok olyan dolog is, ami szerintem a teljesítményemre rányomta a bélyegét, hogy foglalkozni kellett az anyagi részével a versenyzésnek, hogy azon kellett, hogy töprengjek, hogyha most, mit tudom én, ugye szezon felétől van egy nagy törés és meg konténerben van az autó, akkor nekünk vége van a szezonnak, és ez mind olyan dolog, amivel sok ember találkozik, és én ezt akkor úgy fogtam föl, hogy marhára szerencsés vagyok, mert el tudtam indulni ezen a pályán. Már önmagában az, hogy sok tehetséges ember közül Magyarországon nekem egyáltalán lehetőségem van versenyezni, az már egy olyan fajta plusz, hogy nem szabad leállom is olyanokon. Mikor volt az a pillanat, amikor Michaelis Norbi lélekbe rábotott az asztalra, és azt mondta, hogy mostantól már pedig más lesz, és keményebb leszek? Mikor jött el az a pillanat, amikor úgymond felnőttél a feladathoz? Kellett ehhez az, hogy a lányod megszülessen, vagy kellett hozzá gyári szerződés? Gyári szerződés. A gyári közeg, amikor hirtelen felismered, hogy be vagy ereszve a farkasok közé, tudod. Van kevés jól fizetett gyári hely, van sok versenyző, és hirtelen mindenki minden. Most neked ott meg kell állnod a helyed. Meg kell állnod a helyed, és bizony nagy nyomás alatt kell megállnod a helyed. Én akkor
döntöttem el, hogy ez lehet, hogy egy olyan lehetőség, ami már csak egy évig tart, muszáj elkezdenem mindent félretenni, és nem másokra tekintettel lenni, hanem saját magamra. Hogyha tavaly, vagy most, a tavaly, 2019-ben nem sikerült volna megnyerned a bajnokságot, akkor mentél volna tovább, vagy az egy akkora simán törés lett volna ennyi próbálkozás után, hogy azt mondod, hogy nem? Simán mentem volna tovább. Én most figyelj, olyan lendületet éreztem magam tavaly. Tavalyi, főleg szezon második felében, amit nem tudom, hogy honnan jött meg, amit nem igazán tudok még most sehova tenni. Megérezted, hogy meg lehet és el tudod kapni a BOP ellenére? Az a furcsa, hogy igen, ezt éreztem, de ezt éreztem 2017-ben is. És akkor mégis nagyon csalódott voltam, amikor nem jött össze a világbajnoki cím, és akkor emlékszem, hogy elgondolkodtam azon, hogy abba hagyom, mert hogy mindent beleadtam, ugye abban az évben. 2017-ben gondolkoztál? Vagy igen, a 17-es szezon után? A 17-es szezon után, mert az volt az az év, amikor jött a versenycsapat, megszületett Mira, és mindent beleadtam a versenyzésbe, és úgy éreztem magam szezon végén, mint egy ilyen, tudod, ázott, sarokba szorított kutya, aki mindent beleadott, az se volt elég, és ott már tudod, amikor az embernek gyerekei vannak, már nem feltétlenül tudod annyira csak a szakmaiságra kijegyezni az életedet, mint... Jó, de sose vetted el, nem adtad föl, mentél tovább. Igen, szóval igen, ez ott még volt bennem egy plusz motiváció, hogy ezt már pedig el fogom És mi változott a Hyundai-jel? Szóval adtak egy lökést az önbizalmadnak, vagy a karrierednek, amit aztán nyilván próbáltál a sorozat kompenzálni, mert ugye az elején azért erős fölénybe voltak azok az autók, meg hát a végén is lettek volna, hogyha nincs a részemről szerintem kretén balance of performance, de erről nem kell beszélgetni, hanem szeretnél. Ezt is. Nem, én azt éreztem 17 év végén, hogy ahhoz, hogy erőt tudjak gyűjteni, ahhoz egyszerűen más környezet kell. És nem azért, mert most akkor a Honda-nak nem lett volna jó autója, hanem egyszerűen tudod, akkor úgy azt érzed, hogy ismersz már mindenkit, kicsit belefásultál a rendszerbe, és szeretnél valami újat kipróbálni. Kezdtél beleülni a székbe nagyon már, és beleszottyadni a picit? Az túlzás, csak ott én úgy voltam vele, hogy a nagy csalódottságból az a menekülő útvonalam, hogy valami másba szeretnék belefogni. Mennyit segített neked ebbe a tény, hogy Tarquini kvázi vagy maradt veled, vagy együtt maradtatok, vagy... Beszélgettünk sokat, 17 év végén. Ő mit mondott neked? Ő 52 éves volt, vagy 50 volt akkor. Én felhívtam és elmondtam neki tök őszintén, hogy ezek a gondolatok ott vannak a fejemben. Mondd neki Norberto! Ilyen hasonlóan. És mondtam neki, hogy láttam, hogy a Hyundai jó lesz, ugye akkor az i30-a mentek már két vagy három versenyt, és nagyon-nagyon impozáns volt az amit Tarquini nyújtott, és úgy voltam vele, hogy ha megérzéseimre akarok hallgatni, akkor az autó lesz az, amivel nekem mennem kell, mert azzal lehet nyerni. Uh-huh. És megérzést akkor mondtál, nem az eszedet? Szóval teged a szívedet bűzött ezen a... Meg az, igen, elsősorban az. És az, hogy akkor elkezdtünk beszélgetni a helyzetről, és ő mondta, hogy nagyon szívesen látna a csapatban, és hogy akkor kezdjünk el erről tovább beszélni. Végül az lendítette át arra az oldalra, hogy egyrészt mellette szeretnék versenyezni, mert akkor már ugye honnan lehúztunk hát néhány évet így félig meddig egymás mellett. Másrészt meg lehet őt szeretni, meg nem szeretni, de onnantól kezdve, hogy bekerülsz a körébe, onnantól kezdve már tényleg önzetlenül. Így van, önzetlenül segít, és én valamiért rajta mindig azt éreztem, hogy úgy valamennyire szeret, meg lehet azért, mert nem egy nagyképű vetítőgép voltál, hanem... Lehet, most igen, ezt nehéz utólag megfejteni, de a lényeg az volt, hogy én akkor azt éreztem, hogy mellette egy nagyon jó autóval újból erősnek érzem majd magam, és ez végül szerencsére össze is jött. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Axial Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. A műsor támogatója a prémium mobilitási szolgáltatásokat biztosító Sixt.
leveset meg viszont kihűl, nem beszélve itt erről. De ilyen halálista, mert én ezt tőled már hallottam ezt a halálistát. Hát ezt te magad mondtad, hogy van neki egy ilyen kis cetli, amire föl van neki. Na, a Noteszka. Emlékezz vissza, amikor még a Hondának a bemutatója volt, és kim voltunk együtt Olaszországban. A első tesztem. Van. Nagyon régen volt már. Akkor ott dumálgattunk vele, meg a Mariánival. Na szóval mindent összevetve én tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, és tanulok a mai napig. Ezt akartam kérdezni, hogy most már tehát 10. évedet kezded meg, lényegében itt, nem? Uh-huh. Hogy most arra úgy érzed, hogy már vagy olyan dörzsölt? Dehogy is. Pisztolyhős? Nem. Vagy... Annyira dörzsölt nem vagyok, mint ő. De nem mint ő, hanem hogy az újoncokkal szemben megáll a helyed a bajnokságban. Igen, az szerintem az igaz. De van még, tudod, van még fejlődési potenciál szerintem bennem is ilyen téren is. Az a durva, hogy a nap végén rájössz, hogyha én is így elemezgetem magam, és akkor így gyenge területekre összpontosítok, akkor tök furcsa, de hogy nem pusztán vezetésbe kell fejlődni, vagy hogy gyorsabban megy az autóval, hanem úgy összességében lásd a képet. És ez szerintem egy nagy ugrás volt nekem az elmúlt 2 évben, hogy elkezdtem. Egy-két lépés távolságról egy kicsit a... Hogy az, hogy beülsz az autóba, az csak egy alkatrész a gépbe. Egy nagyon fontos alkatrész. Ugyanakkor egy alkatrész. Nem elég. Igen. Az a sikerhez. Mondjuk egy világbajnoki címhez nem elég, hogy te csak beülsz az autóba, és akkor mindenféle téve jól mész, hanem meg kell érezni a háttérbe tudod, a politikai harcoknak a dinamizmusát, azt, hogy most itt a versenyzői ülések kapcsán hogy megy a helyezkedés, azt, hogy középtávon előre tervez és jó időben legyél jó helyen. Beszéljünk akkor egy kicsit erről, tök ügyesen felhoztad, ugye nem titok, hogy itt már azt mondom nektek, hogy azért dumálgattunk már a dolgokról, és én azt látom, javíts ki a tévedek, nyilván te jobban tudod, hogy azért most egy kicsit reng a föld nagyjából minden túrautós sorozat alatt, de főleg a TCR, meg ugye a VTCR alatt, mivel ez az, ahova a gyártók aránylag kevés költséggel kibe tudnak ugrálni, mégis világbajnokság, és egy nagyon árérzékeny történet az egész, és ugye most az elektromos autóbummal, én néztem a Ribeiro-nak a nyilatkozatait, meg olvastam, és tudjuk, hogy nem szokott összörmentén fogalmazni, de azért egy-két fuck meg ilyen elhatta a száját azzal kapcsolatban, hogy most ugye kivonult a Volkswagen, de már bemutatták ők is az LTCR-t, ugye pont ma jöttek ki a szabályok, hogy fognak ott menni. És akkor most veletek most mi lesz? Te hogy érzed? Ez lehetetlen. Most te maradsz a Hyundai-jel. Hát ezt nem mondhatom ki, ezt meg kell várni a Hyundai-t. Március 6-áig kell leadni a bejelentést, ugye? Március 6-áig, de én most hogy mondjam, tényleg nem marketing dumát nyomok, de én, ha versenyezni fogok valahol, akkor az Hyundai lesz. Nagyon szeretem a márket, szerintem a Rally-ba is látszik, hogy jól csinálják. Jó lett a kapcsolatod amúgy velük? Jó lett a kapcsolatom, de hogy mondjam, ez azért még valamennyire munkakapcsolat. Nem tudom, mennyire ismered a motorsport főnököt. De ugye elég karakán. Nem, de a koreaiakat ismerem. Igen, tehát hogy ott nyilván az van, hogy lehet, hogy mondjam, jó pofizni, de hogyha nincs teljesítményed, akkor onnantól kezdve lehetsz te a világ legjobb feje. Akkor. És ez szerintem így van jól, mert hogy ebben a közegben, hogyha nyerni akarsz, akkor ez a jó hozzáállás, amit nekem is meg kell, hogy mondjam, tanulni. És néha van ez a szitu, amiről az előbb beszéltünk, hogy minden emberi részt félre kell tenni, és egyszerűen az van, hogy te vagy, meg vannak a többiek, és akkor le kell játszani ezeket a meccseket. Hagyjuk egy kicsit Norbit. Szóval, én nagyon nehezen látom most előre, hogy mi fog történni. De ez nyilván azt látjuk, hogy előbb-utóbb ez lesz. Előbb-utóbb, hát középtávon én azt gondolom, hogy aki az elektromos vonalra fogad, az nem fog mellé menni. Az hogy hosszú távon mi történik, az megint lehetetlen. Ezről, hogy LTCR van, ez már tényleg csak egy lépés, és... De hogy mondjam, tudod, annyi vita van azért arról is, hogy most ez az elektromos hajtás, ez valójában mennyire környezetkímélő, hogy üzemanyagcella, meg van rengeteg alternatív. Hát meg a szabályokat ki kell hozzá találni. Hát ha megnézed az LTCR-nek most, amit néztünk a szabályait, elég nyakatekert módon próbálják megoldani a hatótáv kontratempó kérdését.
Hát én nem gondolom, hogy ez csak hatótáv kérdése. Én is odaadom. Nem fogok tudni enni abból. Köszönöm. Figyelj, ez enyém? Érezd magad jó, igen. Na látod, ezért nem szállít elvenni a puskaport előre. Szóval nem hiszem, hogy ez csak hatótáv kérdése. Egyszerűen én azt érzem itt a promoter oldaláról is, hogy szeretne lebonyolításban is valami olyan újdonságot bevonni. Ez a rallycrossos formátum, ez szerintem azért van, mert ő... De hát ugyanaz a promoter, ami nektek. Persze. A Eurosport Events. Igen. Eurosport Events. És ő szeretne, nagyon finom. Kérsz? Nem figyelj, én hogy is mondjam, visszajáró vendég vagyok már itt úgymond a Tibinél, de nekem kialakult ez a standard, és én ebből nem engedek. Ez valami egészen fantasztikus. Szóval nekem egyelőre olvasva a szabályokat meg a lebonyolítási tervet, ez megint annyira újnak tűnik ezekkel az autókkal. Ez meg azért csiszolódni fog. Csiszolódni fog, meg én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez végleges formátum, mint amit ma például leírva láttam. Pont néztem, hogy nektek is előre hozták egy évvel kvázi az új szabályokat, vagy az új hétvégi lebonyolítást, hogy ezt 21-ben akarták bevezetni, ami most lesz 20-tól, hogy két versen lesz egy hétvégén, visszatérünk a régi kvalifikációs rendszerhez, hogy egy kvali lesz, nyilván fordított rátrács az marad a második futamra. Hogy ezért érzem azt, hogy itt egy picit tüzet próbálunk oltani. Meg hát a Ribeirót nagyon megviselte az, hogy kivonult a Volkswagen. Meg ugye a Lincoln-val... Nem csak a Volkswagen, hanem az Alfa Romeo. Igen. Is. Meg a Lincoln-val azért ott egy kicsit... erről érdekel a véleményed. Ezt hallgassuk meg. De miért? Hogy ott egy sok témát érintette. Olyan teljesítmény, meg pénzorientált. Mert most az van, hogy cost cutting lesz. Ugye ez az alap. Hogy akkor 12 gumi az első versenyen van, azt hiszem 18. Goodyear-re váltotok. Igen. És próbálják egy kicsit a költségeket lentartani, ami még soha a büdös életben nem sikerült a motorsport történetében, soha senkinek. Mert mindig úgy néz ki, így tudod, mint a gazdaságban is, hogy van nagyon jó időszak, és akkor mindenki elkényelmesedik, meg azt hiszi, hogy ez örökké tart, és akkor elkezdi beengedni a gyártókat, és kezdenek elszabadulni a költségek. És akkor hirtelen, amikor a külső gazdasági környezet változik, akkor rájönnek, hogy hát túl lett tolva a szekér. Az üzletember. Ne, ez jó, jó, hogy mondjam, ez így megy, és most pont abban a ciklusban van a VTCR, amikor szerintem a hullám az elkezd völgybe átmenni, és itt a nagy kérdés az szerintem az, hogy a zuhanás milyen mértékű lesz. És az a baj, hogy azért nem áll jól a szénája a bajnokságnak, mert ahogy te is említetted, az elektromos vonal az sokkal dinamikusabban, így van, sokkal dinamikusabban érkezik, mint amire két évvel ezelőtt bármelyik gyártó számított. Most ugye be fognak lépni a tech cégek, valószínűleg nem csak az autógyártók, de hát gondolom, én nagyon jó kommentet olvastam ebbe a témába, szintén kérdezték azt pont a Csapit, hogy versenyzői szemmel nézve gyorsak az elektromos autók, meg ugyanaz a verseny, kvázi. Azt mondja, nézői szemmel kivonod belőle a hangot, az baj, de gondolom, nem tudom, így 36 évesen Michaelis Norbi mennyire van készen arra, hogy mondjuk holnap után beüljön egy elektromos túraautóba. Na, ezt akartam hallani. Simán készen, mert azt képzeld el, hogy az elektromos túraautó 500 kilowatt. Teszteltél már? Nem. Mert ugye a Hyundai-nak van. Hyundai-nak van, de még nem teszteltem. Na azt képzeld el, hogy 500 kilowatt és hátsó kerékhajtás. Ez nem olyan rossz kombó, nem? Azt Pista is szeretné. Nagyon okos elektronika kell oda. Hát okos, meg versenyzői szemmel szerintem kihívás. Meg itt is az van, amit úgy nagy általánosságban meg lehet figyelni, hogy ahova a pénz áramlik, az lesz a jó bajnokság idővel. Ott tudják alkalmazni a jó pilótákat, jó csapatokat. Oda szivárognak be a prémium gyártók is. Tehát, hogy nekem versenyzőként az a fontos, hogy szakmailag lehetőleg ilyen bajnokságban szerepeljek, és ott versenyzőként fel is dobtál a következő kérdést, amit amúgy is fel akartam tenni, hogy oké, megnyerted a világkupát, nagy csinadratta volt, nyilván mindenki körbe zsizsgett, mind a méhecskék. Az is, akinek amúgy köze nincs a motorsporthoz. Jó, most már ez lecsengett egy picit.
otthon van a család, ott vannak a lányok, azokkal bőven el vagy látva, hál' Istennek, és akkor mi lesz most? Meddig látsz előre? Meddig látsz előre így 36 évesen úgy, hogy ott van mondjuk előtted az élő például, lehet ezt 50 évesen is top level szinten csinálni. Mennyire lát előre Michelis Norbi az autóversenyző, meg Michelis Norbi a csapat tulajdonos kvázi, vagy az üzletember? Hát versenyzőként én azt látom, hogy azzal, hogy megnyertem a bajnokságot tavaly, kicsit kitolódott, hogy meddig láthatok előre versenyzőként, mert azért nemzetközi viszonylatban is megnőtt a súlyod? Sikerült egy lépcsőfokot ugrani, és szerintem ez azt is jelenti, hogy versenyzőként a következő 2-3-4 évben még lesz lehetőségem gyári csapatnál versenyezni. Most azt, hogy milyen bajnokságban, meg milyen autóval, azt nagyon nehéz megmondani. De én ennél előrébb viszont nem látok. Tehát, hogy azt mondom neked, hogy 3 évig látom azt, hogy versenyezni fogok. Ha mostani lendületet figyelembe veszem, ami belülről jön, érzed magadba a kraftot, akkor 3 évig én ezt biztos, hogy szeretném csinálni, és ugyanolyan motivált leszek, mint mondjuk tavaly is voltam. Azt, hogy utána mi történik, azt lehetetlen most megmondani. Lehetem is kérdezni tőled, hogy amikor másnap felébredtél, ugye, akkor kiderült, hogy te vagy a bajnok. Akkor nem, ezt magamból indulok ide, nyilván én egy kretén vagyok, hogy amikor elérsz egy célt, akkor nem érzel utána magadba egy pici ürességet? Hogy ez is megvan, mit akarok még az élettől? Figyelj, én 17-ben is elképzeltem, hogy milyen lesz, hogyha egyszer nyerek egy világbajnoki címet. Elmegyek Malibúra. És ha hiszed, hanem megfordulnak ilyen gondolatok a fejedbe, hogy tudom, hogy akkor nem látod előre, hogy tudsz-e motivált maradni. Igen, ez. Mert ez mind olyan, hogy amíg nem tapasztalod meg, addig mondhatsz bármit előtte, úgyse tudod, hogy mi fog történni saját magaddal. És nagyon furcsa, de hogy megvolt a bajnoki cím, és most én, ugye február közepén, én azt érzem, hogy kb. Ugyanaz van, mint tavaly ilyenkor, hogy menjünk, már csináljuk. Mennem, igen, már mennék nagyon meg, már kezdődjön az év meg, hogy hadd érezzem. Mikor kezdődik? Úgy ír. Hogy van, a Hungaroringgel kezdődik idén, mert marokkói futamot eltörölték, április 25-26. Teljesen új gumi. Új gumi, új motorvezérlő. Tehát azért is várom, hogy induljon nagyon a bajnokság, mert annyira meg vannak keverve a lapok, hogy én most, hogyha reális célkitűzést kell mondani, akkor arra nem tudok pontosan válaszolni, mert az is elképzelhető, hogy nem leszünk a szezon első felében mondjuk a dobogós meg a futamnél. És akkor ott van a Mira, amit én azért tartok zseniális húzásnak, már önmagát a névválasztás is, és ez tényleg nem megbántani vagy megsérteni akarlak, mert ugye egyrészt az első lányod neve, és ugye nem utolsó sorban meg Michelis Racing, úgyhogy ez egy elképesztően jó. Top level marketing húzás volt. Top level marketing húzás volt. De nagyon aranyos. És ugye ott is nem tudom mennyire publikus, az ugye keringenek ezek a hoaxok, meg terjesztődnek ezek a jó kis magyar rémhírek, hogy a Michelis kiszállt a Mirából, meg minden. De ezt elfogjuk már meg egyszer mindörökre, hogy ez nem igaz. Az van a háttérben, hogy 2017-ről beszéltünk ezelőbb, az annyira durva volt az az év, hogy egyszerűen én azt mondtam, hogy versenyzőként meg kell nyernem először a bajnokságot, még ilyen jellegű projekteket el tudok kezdeni, felépíteni. És amíg, hogy mondjam, tudod, benne vagy a cégbe, Dáviddal közösen csináltuk, én hogyha valamit csinálok, akkor nehezen tudom félmézzel csinálni. Húzott egy kicsit. Meg elvitte a fókuszt. Igen. Tehát ott tudod, napi ügymenettel, pénzügyi dolgokkal, rengeteg mindennel kellett foglalkozni, és ezt nem tudunk úgy. Értelek. Én nem tudtam úgy kezelni, hogy 25 felé szakadjak, és akkor mondtam a Dávidnak, hogy figyelj, én nekem muszáj a versenyzésre összpontosítanom, tudom, hogy mély víz, de hogy próbáljuk meg azt, hogy intézte a csapatot. Én nyilván ott leszek mindig, amikor stratégiai döntésről van szó, vagy amikor versenyhétvégén azt érzed, hogy épp versenyzőnek kell segíteni, de összességében az én mondjam, versenyzésre szánt kapacitásaim 99% az muszáj, hogy a saját versenyzésebe menjen, mert meg kell nyerni. De akkor kimondhatjuk teljes nyugalommal, hogy ez egy bullshit, hogy Michelis Norbi kiszállt a Mirából, mert nem. Persze, hogy nem. Mert nem. Mert nem. Meg hülyeség is lenne, most gondolj bele, tehát, hogy ahogy te is mondtad,
most, hogyha figyelembe veszed azt, hogy azokkal a mérnökökkel, akik ott dolgoznak, tehát, hogy nekem plusz marketing lehetőség, Amira, azzal, hogy a Dávid, meg ugye még az elején a Gergő szakmai tanácsadóként részt vett az egészben, tehát olyan szintű emberekkel van lehetőségem együtt dolgozni, akiktől én is tanulok. És hogyha azt a logikai vonalat követem, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, mit csinálok mondjuk a következő 5 vagy 10 évben, akkor egy dolgot tudok, hogy biztosan ebben a közelben. Tudom, hogy 10 év múlva mi fog csinálni, műsort vezetsz velünk a Speed Zone-on, az hát egy dolog. Nem. Jó, de mi rád fogom szerintem ezt akartam igazgatni. Kérdezni, hogy... De mindegy, én ott azt tudom biztosan, hogy én ebben a közegben szeretnék ténykedni. Most, hogy versenyzőként vagy csapatvezetőként. Ezt a zálogát látod ezt tudom biztosan. Amirában? Igen, tök őszintén, mert lehet mérnököket nevelni. Most ugye jön az elektromos vonal, most gondolod, de mekkora hatalmas potenciál rejlik abban is, hogy kicsit tudod a motorsportos közegben nyomás alatt, kicsit a gyakorlati részét is. A koreaiak gyártók meg egész jók ezen a vonalon, szóval azért rengeteget fektetnek. És mellette ott van a számomra szívhez közel álló kérdés az, hogy versenyzőket kell. Mert annyi jókezű, tehetséges versenyző van Magyarországon, aki tudod, így méltánytalanul van. Mellőzve. Mert nem kapja meg. Mert így van, mert hogy mondjam, a motorsportvilág, ez tudod, ez egy ilyen igazságtalan közeg, ahol vagy van akkora szerencséd, hogy épp találsz olyan támogatót, vagy mecénást az elején, aki be tud ültetni. Vagy van annak annyi pénze. Vagy van legyünk őszinték. A szülőknek annyi pénze, hogy be tud téged ültetni az autóba. De hogy ez már kapásból az első szintet is nagyon megtizedeli. És én, hogy mondjam, én pontosan tudom, hogy nekem 20 éves koromig én ezt éltem napi szinten, hogy nagyon szerettem volna versenyezni, és akkor már nem mondtam arról, hogy versenyző leszek, amikor jött a Weber Gabi beállása, és elkezdtem versenyezni. Tehát, hogy nem volt még olyan nagyon régen, amikor ezt a napi rutin nyomtam én is, hogy jártam a gimiben, meg jártam még az egyetemre is, és kis túlzással a gondolataim nagy részét azt foglalta le, hogy kicsit frusztrált voltam, mert hogy tudod, 18 évesen már rájössz arra, hogy és mindenféle versenyzői múltal nem lesz belőle nemzetközi sikeres autóversenyző. És én látom, ugye szimulátoros közökben jöttem, most csapatvezetőként pláne rálátok erre a fiatalabb korosztályra. Tehát valakinek ebbe az irányba tényleg muszáj elkezdenie komolyan. Meglátjuk, hogy merre mozdul a hazai autósport, azért ott is komoly változások vannak, de ebben most nem menjünk bele. Ezt akartam még kérdezni, említetted a szüleidet, hogy édesanyád az a mai napig ott áll a monitor előtt is, úgy drukkol, mint drukkol 10 évvel ezelőtt, emlékszem rá pontosan. Hát egymás mellett álltunk, vagy akkor jobban aggódott érted, mint most? Szerintem jobban aggódott érted, mint most. Akkor nagyon sok futamon nem is tudott nézni. Igen, hát tudom, mindig azt mondta, hogy őt pont nem érdekli az, hogy hányadik leszek. Az a lényeg, hogy utána kiszálljak az autóból. És ez is egy fura kettősség, mert tudom, hogy nagyon félt, mert édesapám is egyébként, hát, meg a Johanna is. De hogy ők is látják azt, hogy én attól vagyok boldog, hogy ezt csinálhatom. Mert ugye beszéltünk arról is, hogy amikor már lemondtam erről az álomról, jött a lehetőség. És hogy pontosan tudom azt, hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy abból a közegből mindenféle versenyzési mód nélkül kis túlzással 11 néhány év alatt el tudtam jutni ide, és ebbe vastagon benne van az, hogy volt szerencsém, és kulcspillanatokban mindig ott voltak mellettem a jó szereplők, akik tovább tudtak taszajtani a megfelelő úton. Profinak Igen. Hogy mondjam, ez is egy olyan kényelmes helyzet, hogy amikor gyári versenyzőként megfizetnek azért, amit csinálsz, akkor úgy gyorsan rájössz. Igen, nekem az volt, amikor 16-ban megkérdezték, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor nem is titkoltam, hogy nem pályán elért eredményre, hanem arra, hogy mondjuk egy távol-keleti gyártó engem szerződtet azért, mert hogy azt gondolja, hogy velem sikeres lehet, mert tudjuk mind, hogy Magyarország a piac szempontjából nagy marketing értéket nem képvisel. És ilyen szempontból azt a lépést megugrani, hogy mégis engem szerződtessenek, az akkor nekem hatalmas szó volt. Figyelj, mi ez kihűl a kajánk. Már kihűlt. Már kihűlt. Szóval mindent összevetve, ezt nektek is mondom, hogy elköszönünk lassan. Már is? Elmondható, hogy egy is hosszú lesz, mert nem fogják tudni megvágni se. 2020-ban Michelis Norbinak kerek a világ minden szempontból. Nagyon.
semmi nem hiányzik az életemből, ha hiszed, ha nem Pista. Elhiszem. Tehát, hogy tényleg mindenem megvan, amit szerettem volna, és utálom magam ezért. Tehát, hogy most pontosan tudom, hogy most tök őszintén, hogy hányszor van az, hogy igen, azt csináld, amit tudom, szeretnél. Tudom. Biztos a családi háttér. Tehát, hogy tényleg már egyszerűen engem zavar, nem tudok rosszat mondani, azon kívül, hogy most épp, mit tudom én, nem aludtam sokat az elmúlt két éjszaka, mert mondjuk az Emmának jön a fogadat, most tök őszintén olyan szintű problémákkal. Ez egy komoly mond, igen, és ezért is érzem fontosnak most, hogy kicsit elmenjek abba az irányba, hogy tényleg a valós problémákat, akár a versenyzői tehetségek kérdésében, vagy akár társadalmi kérdésében egy kicsit napirendre vegyem. Legyen így, Cimbi. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! MTS idei fődíja egy egyedi roadster, mely akár egyetlen belépőért a tiéd lehet. Itt a helyed. Március 20-22 Budapest Hung Expo. AMTS.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.